a Bakalár Laci barátomtól, ha nem igazán kaptam, mert éppen akkor vettem meg, még nem volt a kezem, mutattam, mondtam, hogy akkor ez már az enyém. Igenis, hát a magyar színek azok fontosak itt, az ember nyugodtan mutassa meg és legyen büszke rá, és nem véletlenül lettünk igazán büszkék, mert szerintem nagyon szépen fejlődött a csapat, az új kapitánya, meg a stábjával, és szerintem ennél pozitív, ennél szebb ajándék a szurkolóknak nincs, meg a játékosoknak is, hogy itt vannak a szurkolók, tehát pozitív minden. Mit szólsz ahhoz, hogy most mindenki pozitívan beszél erről a válogatottról? Hát itt volt az ideje ilyen sok év után, hogy legyen egy kis pozitív hangulat. Mindig mondom, hogy a magyar futballista szeretethiányos, tehát hogyha van bizalom, akkor sokkal jobban teljesít. Én ebből igazából profitáltam már az elején, amikor ugye kezdődött az egész történet, mert a közönség a csapat mellé állt, türelem volt a csapat felé, média részéről is, és a pozitív hangulatot elkezdtek a srácok teljesíteni. Most meg ahol tartanak, ez meg hatalmas. A Fityónak a kiesése az egy nagy érvágás, nagyon játszott a selejtezőkön, szinte minden meccsen hibátlanul játszik, most már a támadásokat is segíti. Tehát ilyen szempontból nehéz feladat volt, de jól megoldott a kapitány, a Langád is jól megoldotta a feladatát, hogy a következő meccsen mondjuk, hogyha tovább jutnánk, hogy mit lép a kapitány, hogy berak a fiatal játékost, vagy próbálkozik, az az ő döntése. K.O. meccseken ott bármi lehet, tehát akár csoda is, akár tisztességes helytállás, bármi belefér. Én szerintem eddig is büszkék lehetünk az összes játékosra, az összes szurkolóra, hogy itt szurkolnak, itt már külön téma, hogy a magyarok milyen jól szurkolnak. Tehát eddig mindenki büszke lehet, és érdemes a fociba fektetni, és a fociba foglalkozni. A magyar válogatott csapategységben nagyon jó, ez van rendesen összegyúrva. Igazi nagy egyéni teljesítmény még nem láttam, csapategységet látok, és ugye úgy adod el magadat. Az, hogy valaki fiatal és abban jól funkcionál, természetesen az meghozza az esélyeket abba az irányba, hogy jó csapatba kerülje, meg eladjad magadat. Szurkolunk mindenkinek ezért.